Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják! Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma coffee break van. Úgy gondoltam, hogy ezt a nagyon-nagyon-nagyon busy hetet le tudjuk zárni egy ilyen nyugodtabb kis podcasttel. Hát nagyon örültem ennek a hétnek, mert tényleg kiváló dolgok történtek a csatornán. Ugye most már kezdünk beleszokni a livestreambe is, ami nekem egy kicsit még az elején problémát okoz, mert valahogy a komputer kamerám nem akarja felismerni akkor a kamerát, amikor a YouTube-ot a Chrome-mal nyitom meg, és livestreamet meg csak a Chrome-on lehet csinálni, úgyhogy itt még akadozások vannak, és türelmeteket kérem, de már kezdem megoldani a problémát, és nagyon köszönöm az eddigi elnézéseteket is, és türelmeteket is. Nagyon szeretem a livestreamet, és nagyon tetszett Réka videója is, szerintem az mindenkinek nagyon szemnyitogató volt, hogy mi is történik a háttérben a HRM tagokkal. Na de kezdjük a mai témát, és kávézgassunk közbe, hát remélem már többen azért megittátok a napi kávé adagot, de mindegy, üljünk egy kicsit le, és beszélgessünk egy-két dologról. Először is ezen a héten sokszor feljött a téma a HRM tagokról, a táplálékról, az új forrásokról, az új gazdatestekről. Utálom ezeket a szavakat, mert emberekről beszélünk, de hát ezek a szakszavak, mivel ők nem mint teljes értékű embert kezelnek minket, és nem úgy látnak minket, ahogy a mi értékeink ugye ezt megkívánnák, hanem tényleg csak mint táplálékforrásként látnak minket, és ahogy itt ugye beszélgetünk nagyon sokszor a mi közös élményeinkről, ez egyre jobban kitűnik szerintem már mindenki számára. A narcisztikus feladata az az, hogy táplálékot keressen. Ez az ő feladata. Miért mondom ezt? Hát én azért gondolom ezt így, mert az ő egész személyiségének a beállítottsága ezt mutatja, hogy száll fészekről fészekre, landol puhán itt-ott, amott felkészít embereket, átnevelő tábort alakít ki, ugye, hogy az egyik kommentelő mondta a livestreamben, és nagyon-nagyon tetszett nekem is ez a komment, hogy átnevelő tábor, egy egész háremet átnevelő táborként kezel, hogy akkor majd előléptesse azokat a tagokat, akik érdemesek lesznek az ő ideig óráig tartó figyelmére, és arra is, hogy majd őket is kiszipolyozza, és elvegye tőlük mindazt, amit tudnak adni. A táplálék állandó felkutatása, állandó keresése a narcisztikus feladata. Hiszen a csodálat, az ajnározás, a pénz, a biztonság érzete nélkül ő diszfóriába esik, ahogy Márta is mondta már egy előző videónkban. Nem tud a táplálék nélkül élni, nem tud az nélkül élni, hogy valaki állandóan ne rá figyeljen olyan értelemben, ahogy ő ezt a figyelmet el is várja, sőt ki is követeli mindenféle hazugságok és manipulációk által is. Ő egy lélekvadász, ő vadásza a lelkeket, állandóan, mint egy ilyen, egy állandó mozgásban van. Nem tud lenyugodni, mert ugye táplálékok jöhetnek, mehetnek, egy-két táplálék fölébred a kómából, mint ahogy mi is fölébredünk, és ő neki nincs ideje arra, hogy egy olyan helyzetbe kerüljön, hogy táplálék nélkül marad. Ezért állandó mozgásban van a HRM a mi hátunk mögött. A narcisztikus a kapcsolatokon soha nem javít. Nem érdeke a javítása egy kapcsolatnak. Azok már régi kapcsolatok, öreg kapcsolatok. Már nem tartalmazzák neki azt a csillogást, azt az izgalmat, amire neki szüksége van. És ő tehát nem javít meg kapcsolatokat, annak ellenére, hogy mi ebben a hiszemben élünk, hogy meg fogja javítani, mert érdekli a kapcsolat, mert fontos neki. Ő nem javít, ő tovább áll. Mert ő egy lélekvadász. Valahogy neki ez a sorsa, ez a feladata az életben. Ebbe investálja a legtöbb energiát. Nem a munkába, nem a karrierjébe, tisztelet a kivételnek természetesen, nem abban, hogy az életben előre menjen, nem abban, hogy az életben haladjon, nem abban, hogy konstruktívan kezeljen egy kapcsolatot, hogy felépítsen valamit. Nem. Ő a lelkeket hajkurásza, a lelkeket lasszúzza be. Ő egész életében vadászik. Ezért nem szabad velük szóba állni. Tehát amikor megismerjük ezeket a markereket, ezeket a piros zászlókat, akkor már tudjuk, hogy kikkel van gondunk. Na most, sokszor mondom, ugye,
és sokszor látom itt a kommentekben is, hogy nem kifejezetten csak narcisztikus emberekről beszélünk, hiszen mi nem diagnosztizálunk ezen a csatornán, és nincs is ehhez meg a képesítésünk se. De igaziból nem is fontos, hogy ez az ember bármilyen definiálható személyiségzavarral küzd, hanem nekünk az a fontos, hogy mi érezzük, érzékeljük, felismerjük a jeleket azzal kapcsolatban, hogy van egy olyan ember az életünkben, aki számunkra provokáló, toxikus, leamortizáló. Ilyenkor a definíciók már nekünk nem fontosak, hanem az a fontos, hogy ezeket a jeleket felismerjük, és ebből a kapcsolatból minél előbb kiszálljunk. No contact. Csak ez vezet a gyógyulásunkhoz. Más nem vezet a gyógyulásunkhoz, mert amíg ez az ember a szféránkban van, bármilyen kapacitásban, addig a mi gyógyulásunk nem tud elkezdődni, hiszen nem tudunk úgy gyógyulni, ha valaki időközönként állandóan feltépi a sebeinket. Nem tud beindulni a gyógyulási folyamat, mert mindig visszadob minket a társasjáték első kiinduló pontjához, és előről kezdjük akkor a gyógyulási folyamatunkat. Csak a no contact az, ami a te gyógyulási folyamatodat beindítja, és a sinen tartja, egészen addig, amíg ez az egész narcisztikus dolog benned lerendeződik. Ezt tapasztalatból tudom én is, már lassan egy éve, hogy teljes no contactben vagyok, nem kell semmi információ róla, nem kell, hogy én bármit is lássak, bármiről tudjak, és megmondom nektek, hogy ez a tisztulási folyamat, amit nekem a no contact adott, ez volt az, ami engem nagyon nagy mértékben meggyógyított, plusz az, hogy csak jó és építő emberekkel vettem magam körül, olyanokkal, akik társaságában tényleg jól érzem magam. Ezek a biztonságos emberek, azok az emberek, akikkel lélekben biztonságban érzem magam, akikkel nem feszengek, akikkel nincs feszültség, akikkel magamat tudom adni. Ez a kettő nagyon nagy komponense a gyógyulásunknak. A narcisztikus nem javít meg semmit. Nincs az a számú, mennyiségű beszélgetés, amit tudsz vele folytatni azért, hogy a dolgok javuljanak. A dolgok soha nem fognak javulni. Nagyon tetszik nekem, amikor a livestreamre sokan jöttök és sokan kommenteltek. Én ezt egy fantasztikusan erősítő kis szegmensnek tartom itt a csatornán, hiszen ahogy mondtam tegnap is, mindenki a kis kalapba beledobálja, belerakja a saját kis üzenetét. És ahogy Réka mondta, hogy közös nevezőre hozzuk így a narcisztikusokat, vagyis hát a toxikus embereket, akkor most már így fogalmazok inkább az életünkben. Mindegyik egy kaptafára működik, és ez soha nem kristályosodott ki eddig ezen a csatornán jobban, mint amikor a livestreamen beszélgetünk. Mindig van egy takeaway, mindig van egy olyan üzenet, egy olyan közös nevező, Réka, akkor élek ezzel a gondolattal, amivel gazdagodunk egy ilyen livestream után. És ugye az első beszélgetésünk az volt, hogy az utolsó csepp a Martiniben, amiben az a gondolat, ami kikristályosodott számunkra, az volt, hogy nem kell mindig megvárni az utolsó cseppet, mert a dolgok soha nem fognak változni, és amíg a narcisztikus kapcsolatban maradunk, egyre nagyobb ütések fognak minket érni, egyre nagyobb abszurditásokkal szembesülünk. A második livestreamünk az új táplálékról szólt, és ott boncolgattuk az érzéseinket az új táplálékkal kapcsolatban. És mindenki azt mondta a livestreamen, hogy az új táplálék tudata, illetve a HRM tudata nagyon-nagyon felkavaró tud lenni, és nagyon fel is kavart mindannyiunkat, főleg akkor, amikor azt láttuk a táplálékok alapján, meg a HRM tagok alapján, hogy a mi személyiségünk, a mi esszenciánk, a mi lényünk semmit nem jelentett a narcisztikus számára, mert az új HRM tagok, vagyis hát a HRM tagok és az új táplálékok mennyire különböztek tőlünk. És általában nagyon sokan a lefelé választással szembesültünk, ami miatt sokan nagyon szégyeltük is magunkat, hogy csak ennyit értünk. A harmadik, a tegnapi livestream pedig arról szólt, hogy kaptunk-e lezárást. És ott is a takeaway, tehát az a gondolat, amivel egységesen gazdagodtunk, az volt, hogy nem kaptunk lezárást. Mert nem
érdeke a narcisztikusnak az, hogy bármit is lezárjon, hogy bármit is megjavítson, ő elszállt egy másik fészekre, előrángatta azt a háremtagot, akit már készített erre a lépésre, felkészített erre a lépésre, és a mi lényünk, a mi személyiségünk, a mi értékeink semmit nem számítottak. Tehát magyarul gyöngyöket szórtunk a disznók elé. Bocsánat a kifejezésért, de ez itt a lényeg. Olyan dolgokba investáltunk, egy olyan emberbe, egy olyan embernek a lelkébe, vagyis hát a nem létező lelkébe investáltunk rengeteg energiát, szeretetet, megértést, támogatást, törődést, akinek igaziból ez nem számított. Csak egy tranzakciós szinten számított. Ő ezt megkapta, mert erre jogosultnak érzi magát. Utána meg, ha nem kapja meg, meg hogyha problémák adódnak, ők nem javítanak, ők tovább állnak. A livestreamet nagyon szeretem még azért is, mert szeretem azt látni, ahogy koncentrátumban tudjuk ezeket a dolgokat látni magunk előtt, a történéseket látni magunk előtt, hogy tényleg itt láthatjuk azt, hogy mindannyiunkkal ugyanezek a dolgok történtek. És ez valamiképpen engem is nagyon megnyugtat, ugye, a saját életemben, és gondolom nálatok is ez nagyon fontos, ez a tudat, és egy megnyugtató tudattá vált, hogy nem mi vagyunk a hibásak. Ezek az emberek így működnek. Nem kapunk lezárást, új táplálékuk után rohannak, és ha nem szállunk ki a kapcsolatból, egyre abszurdabb és megalázóbb ütéseket mérnek ránk. Itt láthatjuk a livestream kommentek alatt azt, hogy amíg izoláltan próbáltunk hadakozni ezzel a problémával, amíg izoláltan szenvedtünk egy toxikus kapcsolatban, amíg izoláltan próbáltuk ezt megemészteni, addig nem láttuk azt, hogy mennyire általános a mi problémánk, hanem úgy gondoltuk, hogy a mi problémánk egyedi, és ezért gondoltuk azt is, hogy mi vagyunk az a probléma, aminek a narcisztikus, vagyis hát a toxikus ember lefestett. De most, hogy így koncentrátumban látjuk ezeket a kommenteket, látjuk azt, hogy nem mi voltunk, nem te voltál a probléma. 2730 ember van jelenleg ezen a csatornán, és ennek nagyon örülök, és nagyon köszönöm. 2730 ember nem tévedhet. Egyidejűleg. Nem te voltál a hibás. Egy utolsó gondolat még így eszembe jutott, az pedig az idő, mint faktor. Valaki kérdezte, és már megbocsáss, de nem tudom mi a neved, aki kérdezte azt, hogy honnan tudjuk akkor, amikor egy új kapcsolatot elkezdünk, honnan tudjuk azt, hogy azok a kellemetlenségek, amiket esetleg egy új kapcsolat alatt is megtapasztalunk, hogy azok nem piros zászlók, vagy pedig piros zászlók. Tehát honnan tudjuk azt, hogy azok a dolgok, amelyeket megtapasztalunk, azok az új partner teljesen ártalmatlan, de számunkra szokatlan személyiségévéhez tartozik, vagy pedig egy piros zászló, vagy pedig a mi torzításaink, a mi félelmeink prizmájából látjuk csak ezeket a szokatlan dolgokat, esetleg fenyegetőknek. Hát ugye mind a három benne van a pakliba. Lehet, hogy az ő személyiségéhez tartoznak ezek a furcsaságok, de különben ő nem egy toxikus ember, csak máshogy gondol dolgokat, ami teljesen normális a világban. Vagy pedig tényleg egy red flaggel állunk szemben, vagy pedig a mi torzításaink, a mi félelmeink, amelyek visszamaradtak ebből a narcisztikus vagy toxikus kapcsolatból, azok, amik még torzítják a mi valóságunkat, és amelyek félelemben tartanak minket. Ezen én is átmentem, és nagyon jó tanácsot kaptam Mártától ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy privát beszélgetés alatt, és Márta azt mondta, hogy az idő, Eszter, az idő az, ami ezt megmutatja nekünk. Mert hogyha a partner szokásai esetleg csak tényleg számunkra furcsák, és több idő kell ahhoz, hogy mi összecsiszolódjunk, akkor látni fogod azt, hogy nem toxikus. Mert amikor megemlíted neki azt, hogy figyelj ide, ezt én így nagyon nem értettem, hogy mi történt, vagy nem értem azt, hogy ezt miért így gondolod, vagy miért így cselekszel, vagy miért ezt mondtad, vagy miért így csinálod, akkor figyeljük meg, hogy a partner hogy reagál. Tehát, hogy
hogy tényleg milyen őszinteséggel, milyen átlátszósággal reagál, hogy mennyiben tudunk összecsiszolódni, hogy mennyire kompromisszumképes. Ha ez megtörténik, akkor nagyon jó, akkor csak ugye neki is van egy egyénisége, meg nekünk is van egy egyéniségünk. De azt, hogy ezt te tisztán lásd, ahhoz időt kell adni, és én azt mondom, hogy mondjuk is el, beszéljük is meg ezzel az új partnerrel azt, hogy mi az, amit mi furcsának találunk, és így akkor nézzük azt, hogy ő ezeket a dolgokat hogyan reagálja le. Hogyha toxikus az új partner, és tényleg red flaggel állunk szemben, akkor úgysem fog ezeken a dolgokon változtatni. Úgy is lesöpri az asztalról, úgysem fogsz egy változást érezni, a hozzáállása negatív lesz, lekezelő lesz, de ehhez is ugye idő kell, hogy ezt megfigyeld. A harmadik pedig az, amikor ugye esetleg a mi saját félelmeinkből, visszamaradott félelmeinkből reagálunk, abból a bénító félelemből, hogy úristen, most megint ugye találkoztam egy toxikussal, és hogy majd megint becsapnak minket. Ehhez is idő kell, hogy te megnyugodj. És ez akkor fog bekövetkezni, mikor látod majd a partnernek a pozitív hozzáállását azokhoz a beszélgetésekhez, amelyeket te kezdeményeztél. Tehát egy idő után meg fogsz nyugodni, és rájössz arra, hogy nem kell annyira félned, sőt, egyáltalán, majd a végén egyáltalán nem kell félned ettől az új embertől, mert ez egy biztonságos ember, ez egy olyan ember, aki téged megért, és ezáltal te is megérted őt, és kompromisszumra képes ez a kapcsolat. Ez benned is le fog tisztulni. Hogy időt mondjak, bennem nekem egy hónap kellett, amikor ezt én megtapasztaltam. Egy hónap idő kellett számomra, és ez persze természetesen mindenkinél egyedi, hogy megtapasztalja azt, hogy mennyire érezheti magát biztonságosan ebben a kapcsolatban. Sőt, figyeljünk, ahogy mindig mondjuk is, a testi jelzéseinkre. Feszültséget érzek, mikor a partnerrel vagyok, vagy nyugodtságot érzek? Tudom magamat adni? Biztonságban érzem magam? Azt mondom, amit akarok? Azt mondom, amit szeretnék? Én is érdeklődök utána? Ő is érdeklődik utánam? Vagy pedig egy verseny alakul ki kettőtök között? Tudom már, hogy, és nagy örömmel hallom azt, hogy sokan kezdtek már más kapcsolatok felé is nyitni, és ez nem biztos, hogy romantikus kapcsolatok, barátságok, mélyebb barátságok, stb. Kíváncsi vagyok majd a hozzászólásaitokra azzal kapcsolatban, hogy hogy kezeltétek, vagy hogy kezelitek ezeket az új kapcsolatokat. Tudom, hogy az idő az ugye egy olyan faktor, amit nem szívesen adunk, mert azonnal akarjuk tudni a választ mindenre, de én azt mondom, hogy az időt adjuk meg egy olyan embernek, akit te is szívesen komolyan gondolsz majd az életedben. Figyelj ezekre a dolgokra, figyelj a tested jelzéseire, és ennek függvényében dönts. Szóval ennyit gondoltam én mára itt a kávézás alatt, remélem, hogy élveztétek, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, és várom a kommenteket, hogy kit milyen gondolat motivált ebben a Coffee Breakben. Sziasztok!